Szia! Egy sorozatot indítok, híres harcművészek életéről fogok egy-egy érdekes részletet bemutatni, fogadjátok szeretettel. Bruce Lee tragikus halálát sokan merényletnek, sőt, átok eredményének hitték. Ha egy híresség tragikus fiatalon hal meg, természetes, hogy az emberek elkezdenek kombinálni. Ez Bruce Lee esetében sem volt másképp, a drog vagy a gyógyszer túladagolás volt még leginkább földhöz ragadt összeesküvés elmélet, ám voltak, akik szerint még fiatalkori utcai verekedéseiből, vagy a hongkongi filmipar behálózó szervezet bűnözéséből vezethető le. Hogy a triád egyik vezére adta ki a parancsot Lee meggyilkolására. Volt olyan elmélet, miszerint a Golden Harvest fejese Raymond Koh rendelte el a sztár likvidálását, de egyesek máig arról spekulálnak, hogy a Wing Chun kívülállókból foggal körömmel védő tradicionális harcművészeteknél akkor terdül a pohár, mikor a színész már a mozivásznokon is népszerűsítette a szentségtörő Jet Kune Do stílusát, így ők iktatták ki Lee-t. A legmeredekebb elképzelés szerint démoni erők álltak a háttérben, melyek átkok is sújtották Lee-t és családját. Ez a teória főleg akkor vált erőssé, mikor 20 évvel később, 1993-ban fia, Brandon Lee a Holo forgatásán egy baleset okozta haslövés következtében halt meg. Sajnos 28 évesen. Persze ez az átok teória nem csak ott bukik meg, hogy négy testvére, felesége, lánya, Shannon is túlélték Bruce Lee-t, de a boncolás során az orvos szakértők is megállapították, hogy agyi ödéma okozta a színész halálát, melyet fejfájás csillapítóra adott allergiás reakció válthatott ki, amit 1973. július 20-án a halálos játszmával kapcsolatos egyik fontos esti megbeszélésre felkészülve vett be Hongkongba. Miután aznap kora este fejfájásra panaszkodva lefeküdt szobájában, már nem tudták felébreszteni sajnos. Halálához a szakértők szerint az is hozzájárulhatott, hogy egyrészt esztétikai okokból kivetette a hónaljából az izzadság mirigyeit, másrészt túledzette magát a tűző napon. Tudtad azt, hogy halála napján állítólag mindössze 58 kg-ot nyomott a 172 cm magas színész? Lee-nek, bár Hongkongban is volt temetése, de testét Seattle-ben helyezték örök nyugalomra. Ha tetszett a videó, kövess be, és csinálok hasonló ilyet.